Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Nem érdemes késlekedni a védekezéssel. Idén is közeledik az igazi influenza szezon. Egészségtelen a levegő minősége Kecskeméten. Egy kecskeméti bosszúálló idős férfiról készült videó járta be a médiát a napokban. Nem érdemes késlekedni a védekezéssel. Idén is közeledik az igazi influenza szezon. A gyorsan terjedő vírus ellen a házi praktikák általában csak nagyon minimális védelmet nyújtanak. Az orvosok a védőoltást javasolják. Magas lázzal, felső légúti tünetekkel, izomfájdalmakkal jár, tehát elég kellemetlen. Dr. Kara Éva házi orvos az influenza tüneteiről mesélt ma stábunknak. Kiemelte, jelenleg még nem lehet beszélni influenza járványról, de valóban január közepén kezdődik az az időszak, amikor szinte minden évben megszaporodnak az influenzás megbetegedések. Az influenza ellen van hatékony megoldás, igaz, sokan félnek tőle, pedig érdemes beadatni az oltást. Van értelme mindenképpen. Az influenza ez egy vírusos betegség, ami nagyon gyorsan és könnyen terjed az emberek között, főleg nagy tömegben könnyen elkapják az emberek. Az oltás nagyon biztonságos és jól véd az influenza ellen, viszont csak az influenza ellen véd. Az oltás esetében a védelem kialakulásához idő kell, így aki a napokban adatja be, csak pár hét múlva válik teljesen védetté az influenza ellen. Más igazán hatékony védekezési forma azonban nincsen. Az oltás a legbiztosabb, ez egyértelmű. Védekezni úgy egyértelműen nem lehet ellene. Tehát helyes táplálkozással, kézmosással, egyebekkel így az ember próbál egy kicsit felkészülni, akkor az jó, de megelőzni nem fogja a járványt sem, meg a betegséget sem. Az influenza elleni védőoltást a legveszélyeztetettebb csoportok teljesen ingyen vehetik igénybe, így biztosan nem kell fizetnie érte a 60 év felettieknek, a krónikus légzőszervi betegségekben szenvedőknek, és többek között az egészségügyben dolgozóknak sem. Az azonban elmondható, hogy ha a vakcina beadatása némi pénzbe is kerül, akkor is érdemes mihamarabb élni a lehetőséggel. Aki pedig igazán előrelátó, nem vár a tél közepéig, már novemberben keresi az oltást házi orvosánál. Egészségtelen a levegő minősége Kecskeméten. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon jelentős káros egészséghatások jelentkezhetnek az érzékenyebb csoportoknál, mint például időseknél, légúti betegeknél pedig már rövid távon mutatkozhatnak tünetek. Smogfelhő borítja Kecskemétet, szinte már nem is lehet látni a házak tetejét. Az egészségtelen levegőhöz nagyban hozzájárul az, hogy nem volt sem szél, sem csapadék, ami átkavarhatná, kitisztítaná az alsó réteget. A légszennyezés nem csak a légzőrendszer terheli meg, hanem a szív- és érrendszerre, a központi idegrendszerre és az immunrendszerre is káros hatással bír, rövid és hosszú távon egyaránt. Csak egy módon tudok védekezni, úgyhogy nem nagyon járok kint. Bent vagyok a szobában inkább. Egy kicsit kijövök, egy fél órára, aztán vissza, mert érzem, hogy nehezen lélegzek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ nem javasolja a hosszabb szabadban történő tartózkodást. Az idő jelentős részét töltsük beltéri környezetben, azonban a rendszeres, rövid ideig tartó szellőztetésről ne feledkezzünk meg. De vannak olyan esetek, amikor muszáj kimenni a levegőre. Védekezni úgy lehet, hogyha bent vagyunk, de viszont a levegő csak kell a gyereknek, úgyhogy hát megjárunk ugye a fejlesztésekre, így hát most meg beburkolózni sem szabad a gyerekkel, mert azért jobban elkapja a bármi betegséget, hogyha végül is, hogyha egész nap bent vagyunk és kimegyünk. Így kell a levegő, megszokja, és akkor sokkal könnyebb. A kültéri légszennyezés csökkentése érdekében kerülni kell a helytelen fűtési alkalmazást, és célszerű a tömegközlekedési módokat előnyben részesíteni a saját gépjármű használattal szemben. A következő napokban jelentős javulás nem várható a meteorológiai előrejelzés alapján. Egy kecskeméti bosszúálló idős férfiről készült videó járta be a médiát a napokban. A mérges idős sofőr nem csak ráparkolt szomszédjára, de meg is lökte autóját. A konfliktus okainak és a lehetséges megoldásoknak járt utána stábunk.
Először csak tolatva megáll, majd kiszáll autójából egy kecskeméti férfi. Ahogy ez a képeken is látható, valamit megvizsgál az autó mögött, majd visszaül. Ekkor meghökkentő dolog történik, szép lassan rátolat a mögötte lévő autóra, és többször meg is löki azt. A videót a fehér jármű mérges tulajdonosa tette közzé az interneten a napokban, aki azt állította, az idős úr rendszeresen parkol szorosan másokra, hogy kitoljon velük. A vonalig álltam meg a problémás hétfői napon, és az utána kialakult hely volt számára szűkös, ezért úgy gondolta, hogy az autómat megpróbálja kicsit hátrébb tolni tolatással. Már a helyszínen mesélt a történetekről a stábunknak Berényi Mátyás, akinek az autójába beletolattak. Ezt már korábban elkezdte, ezt a játékot, a centizve ráállást, amit igazából itt többen mások is csinálnak, ahelyett, hogy szólnának egymásnak az emberek, így ilyen módszerre próbálják meg elérni, hogy a másik tudomására hozzák, hogy nem megfelelően parkol. Nem csak Mátyásnak gyűlik meg a baja a házban lakó idős szomszéddal. Mi új lakók vagyunk itt, és mi is észrevettük, hogy igazából itt senki nem szólt egyetlen egy úriemberen kívül, elkezdett velünk is levelezni, hogy ki hova parkoljon. Majd az én párom is egyszer kijött és közölte vele, hogy hát ezt nem lehet megbeszélni, hát itt lakunk egymással szemben, tehát meg tudjuk egymás telefonszámát, ugye problémám, oda megyek és szólok, nem pedig levelezgetek, rátolatok a másikra. Sikerült szóba elegyednünk a földszinten lakó idős férfival is, aki azonban nem akart kamera elé állni. Mint mondta, ő csak azt akarja, hogy a garázs bejárója elé ne álljon senki. Arra, hogy próbáltál megbeszélni a dolgot a szomszédokkal, azt válaszolt a stábunknak, hogy igen. Igazi jogi megoldás nincs. A konfliktus mindenkinek befolyásolja a hangulatát, így a civakodás sem jó. Nem érdemes, úgyhogy nagyon bánt bennünket, hogy ebből lett egy ilyen perpatvar, de majd kitalálunk valami megoldást. Jelenleg úgy tűnik, az eset annyira megviselt mindenkit, hogy senki nem mer a ház elé állni. Abban csak reménykednek a lakók, hogy a jövőben a nézeteltéréseket szóban intézi majd mindenki. Tény, hogy a történtek helyszíne a belváros szélén található a fizetős övezet előtt. Az utcákban lakók zöme szerint a parkolás szempontjából nehéz helyet találni, de ez nem ok a károkozásra vagy komoly veszekedésre. Január 15-én ismét nyílt napot tart a Neumann János Egyetem. Mind a négy kar saját épületeiben előadásokkal, tájékoztatókkal és interaktív játékokkal várják a középiskolásokat. A nyílt nap képzési kiállításán a leendő hallgatók a karok képviselőinek tehetik fel kérdéseiket, valamint kari tájékoztató előadásokon ismerhetik meg mélyebben az intézmény képzési kínálatát. Az egyetem mindegyik kara friss kiadványokkal készül a továbbtanuló diákok tájékoztatására. Az új kiadványokban ismertetik az egyetemet, annak működését és a tehetséggondozó munkát is, de a hangsúly a hallgatói véleményeken van, hogy első kézből kaphassanak információkat a középiskolások. Ezek mellett pedig megjelent egy összegyetemi angol nyelvű kiadványuk is. A nyílt nap programjairól a www.uni-neumann.hu weboldalon tájékozódhatnak. Értékesítési csúcsot döntött a Mercedes tavaly Magyarországon. Összesen 4503 általuk gyártott személygépjárművet helyeztek forgalomba az országban. A sikerhez jelentősen hozzájárultak a Kecskeméten készülő autók. A Data House múlt héten közzétett hivatalos adatai szerint eladási csúcsot döntött tavaly belföldön a Mercedes. Egészen pontosan 4503 saját gyártású személygépjárművet helyeztek forgalomba az országban. A cég magyar kereskedelmi leányvállalata csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy a Kecskeméten készülő autók jelentősen hozzájárultak ehhez a sikerhez. Azt is kiemelték, hogy már negyedik éve, hogy vezetik a prémium személyautók eladási rangsorát Magyarországon. Tavaly 8 hónapon át álltak az első helyen. 2016 óta pedig 75%-os növekedést értek el a belföldi személyautó üzletágban. A nyilvános cégadatok szerint a Mercedes-Benz Hungária kereskedelmi Kft. Értékesítéseiből származó nettó árbevétel 2017-ben megközelítette a 101 milliárd forintot, 2018-ban meghaladta a 108 milliárd forintot. Adózott eredménye pedig 610 millió forintról, majdnem 1,5 milliárd forintra nőtt egy év alatt, derül ki a közleményből.
Május 8-án nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt a most épülő ápolóklub Kecskeméten a Rudolf laktanya területén. A Neumann János Egyetem közelében lévő szórakozóhely közösségi oldalán közölte a jó hírt. Az ápolóklub közösségi oldala január 3-án indult, és már majdnem 2000 lájkolóval büszkélkedhet. Kecskemét városa új élőzenés koncerteknek is helyet adó szórakozóhelye május 8-án tartja nyitóbuliját. A parti helyszínt felavató előadó nevét a tulajdonosok még nem fették fel a nyilvánosság előtt. Azt mondták, szeretnének egy kis izgalmat hagyni a végére is. Versegi Ádám, a GHV Szórakoztató Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy az élőzenés koncerteket részesítik előnyben, de természetesen a DJ bulik szerelmeseinek is kedvezni fognak. Még több hónap áll azok rendelkezésére, akik Kecskeméten szeretnének korcsolyázni, hiszen a városban még két műjégpálya is üzemel. A Szent László körúti pályán február közepéig, a Benkó Zoltán szabadidőközpontban pedig egészen áprilisig lehet még űzni a téli sportot. Kecskemét főterén ugyan napokkal ezelőtt megszüntették a korcsolya pályát. A városban ennek ellenére van még lehetőség a téli sport űzésére. A Szent László körúti jégpályán, azaz a gokárt pályán február közepéig hétköznapokon reggel 9-től este 7-ig, hétvégén pedig este 8-ig lehet még korizni. A műjégpályán forralt bor, forró tea, zsíros kenyér és meleg pogácsa is várja a korcsolyázókat, mindezek mellett pedig csütörtökönként 4 órától ingyenes korcsolya oktatásban vehetnek részt a tanulni vágyók. Ugyan a pálya február közepéig van nyitva, nincs ok az aggodalomra, hiszen a Benkó Zoltán szabadidőközpontban egészen április 19-ig, minden szombaton és vasárnap, kivéve március 15-én és április 12-én, délután 3-tól este 6-tól van még lehetőség a téli sport űzésére. Már javában zajlik a vasárnapi Cyclocross országos bajnokság terepének előkészítése, a nyomvonal kialakítása. A Benkó Zoltán szabadidőközpontban a mögöttem látható területen strandröplabdázni szoktak. Most azonban ettől egy teljesen eltérő eseményre készülnek a szervezők. Egy komplett akadálypályát építettek fel a kerékpárversenyek legkiemelkedőbb eseményére, ami a Cyclocross országos bajnokság, és ennek most Kecskemét adhat helyet. Az év legjobban várt téli kerékpárversenyére nagy izgalommal készült Sáfár Tamás szervező és csapata, a Szeleshát Birtok Kecskeméti ES, akik a tavainál is izgalmasabb pályát ígérnek az OB napjára, január 12-ére. A pálya egy picit nehezebb lesz, mint szokott lenni, bár alapvetően időjárás függő a Cyclocross versenyek pályája. Itt úgy látjuk, hogy most hideg lesz, és viszonylag gyors lesz ezért a pálya, de az eddigi gyors pályát egy picit most egy-két technikai ellemmel, például itt mögöttünk ez az erdei résszel, illetve a homokos részekkel, homokágyakkal lassítani fogjuk, illetve nehezebbé tesszük. A téli kerékpárversenyekben tehát a legizgalmasabb, hogy a nyomvonalon kívül semmi sem biztos. Nem lehet tudni, hogy száraz, jeges, havas, saras lesz a pálya, vagy ezek elegye, vagy fújni fog-e a szél, esni fog-e az eső. Mindezek csak a rajt pillanatában derülnek ki. Az országos bajnokságon mintegy 200 versenyző vesz majd részt, a kicsiktől egészen a master korosztályig. A szervezők nagyon bíznak a helyi sikerekben, remélik, hogy minél többen eljönnek szurkolni az ingyenes rendezvényre. A legtöbb csapatnál véget ér a téli szünet. Futszálosaink, röplabdásaink és kosarasaink is pályára lépnek a hétvégén. Legutóbbi 3 mérkőzését elvesztette a KTL Duna Aszfalt, emiatt visszaesett a tabella 7. helyére. Ezért most még fontosabb, hogy meccsek alja ellen pontot szerezzenek férfi kosarasaink. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik. Női kosarasaink múlt héten hazai pályán szenvedtek 22 pontos vereséget a Tatabánya ellen, így visszaesett a tabella utolsó előtti 13. helyére. A női kosárlabda amatőr NB1 piros csoport 12. fordulójában idegenben játszik a Peac csapata ellen. A találkozóra vasárnap 15 órakor kerül sor. Decemberben véget ért a férfi röplabda NB1 alapszakasz. A HÉP KRC a 3. helyen zárta az A csoportot, így bejutott az Extraligába. A férfi Extraliga alapszakasz első meccsét vasárnap idegenben játssza a Finó Kaposvár ellen a Kecskemét.
Az ellenfél a B csoportban a második lett a pénzügyőrök mögött, így nehéz találkozó vár a híres városiakra. A meccsre vasárnap 16 órakor kerül sor Kaposváron. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Nem érdemes késlekedni a védekezéssel, idén is közeledik az igazi influenza szezon. A gyorsan terjedő vírus ellen a házi praktikák általában csak nagyon minimális védelmet nyújtanak. Az orvosok a védőoltást javasolják. Egészségtelen a levegő minősége Kecskeméten, hosszú távon emiatt jelentős káros egészséghatások jelentkezhetnek. A következő napokban jelentős javulás nem várható a meteorológiai előrejelzés alapján. Egy kecskeméti bosszúálló idős férfiról készült videó járta be a médiát a napokban. A mérges idős sofőr nem csak ráparkol szomszédjára, de meg is lökte autóját. Január 15-én ismét nyílt napot tart a Neumann János Egyetem. Mind a négy kar saját épületeiben előadásokkal, tájékoztatókkal és interaktív játékokkal várják a középiskolásokat. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. A Hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfőn reggel 7 és 9 órakor láthatják. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében pihentető szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, kisebb napsütéssel. Csapadék nem lesz, a szél megélénkül, többfelé megerősödik. A reggeli órákban mínusz 3 fokot mérhetünk, azonban napközben plusz 7 fokig melegszik az idő. Vasárnap nagy területen köd képződik, amelynek egy része egész nap megmarad, egyes helyeken azonban kitisztül az idő, kisüt a nap. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és mínusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű. Hétfőn borult, párás, foltokban egész nap ködös időre kell számítani, kis területen lehet csak napsütés. A szél gyenge marad, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig plusz 1 fok között valószínű.